Ne, és ez az izéje, hogy minek jön ide. Jó, így van, ne jöjjön. Ne. Jó. Jöjjön ide, oda ki a kincsen falva, azt nézze nekik, hogy kik a lovat. Avval sincs baj. Avval sincs baj. Avval van baj, hogy 6 óra 10-kor a katta fölhív, 6 óra 15-kor meg olyan embert bántottam, aki ebbe bűnös nem volt. Ja. És mondom, esküszöm az olivódba, az meg 4 éve ugyanez. És megtalált egy nap, hát a zsebemben van a kulcs. Ja. A harmadik féle dolog, pörgesd meg egy pillanatra, ne hozd ki így lovat soha. Tudom, hogy futott már. Soha. Egy kört azért menjen. A harmadik, ami a bögyönben van, hogy vettem új lakatokat, érted? És a lakatok állnak a szobába, amitől megint infarktus kapok. Tehát nem az, hogy szarik rá egy Libárszki, megvettem a lakatokat 3-3-3 kulccsal. És ott áll a szobába. Itt meg ehhez az egészhez van egy. Ne basszam föl magam, érted? Árpi, mert az eltűnik, ne röhögjél, bazd meg! Eltűnik egy kulcs, nálam van a másik, vagy a harmadiknál a harmadik, te tudok valamit de csinálni. De az én pofámat vedd már fő, mikor mondjuk. Mi? Jó, nézel ki, mi a fasz bajod van. Magyarát, bazd meg, mint hogyha itt lettem volna, és láttam, hogy vettel lakatot. Na gyere, ülj föl rá. Ülj a hegyébe, futott Marseille-ba. Nem merek, félek. Értem, jó. Mondta a Kata, hogy lerúgott. Zoli, gyere a szürikével. De mire rúgott rá, amikor elengedte? Ja. Gurni, jó? Na, itt Egonkának a két éve. Jó, nem, hát rárakom azért, mert. Na, szóval bakozik, ha nem. És tegnap rúgott? Aha, vigyázz, mert. Aha, na várjál. De kifartott és rúgott. Azért. Gyerünk, bébi. Jó van, hát. Futott már izé versenybe, tehát akkor, de azért jobb a béke, holnap megülünk rá. Abba azért. Na jó van, hát nyereg van rajta. Igen, ez az. Na? Nem. Nem.